Irodája, Bellman asszony orvosi rendelője. Ó, maga az Bergman úr. Megint fáj a foga? Nem fáj? Jaj, de sajnálom. Én életre parancsoljon. Az asszonyom, igen, rögtön szólok neki. Hogy érkezik? Igen, Bergman úr. Nem, de maga. Asszonyom... Elnézést kérek, uram, nem tudtam, hogy ilyen hamar megérkezik. Igen, ha tudtam volna, akkor előkészítettem volna. Azért jöttem hamarabb haza, mert várok valakit. Meg szabad kérdeznem, hogy kit vár az úr? Hát épp ez az érdekes. Képzelje el, ez az illető úr telefonon nem akarta megmondani a nevét. Rendkívül furcsa. Igen, furcsa. De mi ennél is sokkal furcsább, csak annyit közölt leendő kliensem, hogy megcsalja a szeretője. Hát ez nem olyan furcsa. Nem olyan furcsa? És ahogy mit szól, hogy azt is mondta, hogy a szeretője a saját férjével csalja meg? Hétköznapi eset, uram. Hétköznapi eset? Ez maga szerint teljesen hétköznapi eset? Na és akkor ahhoz mit szól, Viktor, hogy leendő ügyfelem még annyit tett hozzá, hogy ezt a bizonyos férjet arzénnal megmérgezte? Nem is olyan rossz ötlet, uram. Na éppen ezért mondtam neki, hogy az összes cuccával együtt taxival jöjjön ide hozzám. Képzelje el, az az őrült el akart menekülni. Ó, ez kellemetlen, mert akkor nem tudtunk volna hirtelen felindulásra hivatkozni, uram. Viktor, maga napról napra fejlődik. Ó, az ön közelsége az, ami előidézi a fejlődést. Nem, szó sincs róla. Maga egy született őstehetség. Komolyan mondom, kár volt abba hagynia a jogi tanulmányait. A kedves felesége is ezt mondja. Felesége? Igen. Feleségem sajnálja, maga befejezte a jogi tanulmányait? Azt sajnálja, hogy elkezdte az orvosi szakiskolát. Mert szerinte nagyon tehetségtelen vagyok. Pedig én annyira szeretem ezt az orvosi dolgot. Ma is 2 órát dolgoztunk egy gyönyörű gennyes záporon. Jaj, ne, hagyjon, ne, kimélje meg a részletektől, kérem. Mit gondol, sok van még hátra? Hát már nem annyira. Nem is olyan sok hátra, hamar kihúztuk. Isten, nem a fogról beszélek, a feleségemről. Jól van, uram. Jól van. Nem ezt kérdeztem. Jaj, Viktor maga mindig mindent félreért, a tessék, vigyázz. Legyen kedves, szóljon a feleségemnek, és mondja meg, hogy beszédem van vele. De elnézést kérek, uram, meg szabad mondani valamit? Parancsolj. Ön ismét az asszonyom oldalán van, uram. Tessék. Látja, itt van a választófonal, hol tartózkodik? Igen. Az asszonyom oldalán. Igen, teljesen igaza van. Tartsd a törvényességet, uram. Igen, kicsit szórakozott vagyok. Az egyik legnagyobb szerző, ugye a legnagyobb vígjátékszerzőről van szó, aki hát ontja és ontotta magából ugye a legjobb darabokat. Ez bejárta gyakorlatilag az egész világot, ez a darab. Párizstól Londonon át eljutott természetesen Budapestre. Itt is ugye repertoáron van, most ezt mi játsszuk. Ez egy bűbájos vígjáték. Egy izgalmas, humoros vígjáték, helyzetkomikumokkal fűszerezve. Én egy inast játszom, egy inast, aki tulajdonképpen összefogja ezt a családot, és akinek az a szándéka, hogy ez a család együtt is maradjon. Ugye a férj feleség egy idő után, ha nem is hidegültek el egymástól, de hát az élet forgatagában másfelé is néztek. Nos, hát ennek az inasnak az a célja és az a szándéka, hogy a szerelmeseket újra összehozza, és megint családi béke legyen, és hát mindenki megtalálja maga boldogságát. Happy!
Harsányi Gábor mibe találja még meg a boldogságát ezen darabon kívül? Mibe láthatja nagy érdemű? Hát én nagyon-nagyon szeretek írni, különösebben így az idősebb kor felé hajolva. Eddig 7 színdarabomat mutattak be, az elsőt a Bodrogi, a Vidám színpadon, még Annó Dacumál, és most pedig egy másik színdarabot írtam, amit hát nagy sikerrel mutattunk be múlt hónapban. Ez a Bulvár Színház keretein belül, boldog lennék, hogyha itt lenne. Uh-huh. A címe Színház vagy Szex. Azért adtam ezt a címet neki, mert nagyon aktuális. Egy olyan színigazgatóról vagy kultúrházigazgatóról van szó, teljesen mindegy, aki szeretne nívós darabot, szeretne Shakespeare-t játszani, G.B. Show-t játszani, Védekindet játszani, ám de nincs pénze. Végül is talál valakit, aki hát ad neki kölcsön annak fejébe, hogy a neves Kossuth-díjas érdemes művészei leszinkronizálják az ő filmüket, amit Hongkongból hoztak be. Hát ez semmi egy színészeknek, hát megbeszéli az igazgató, fölveszi a pénzt, elkölti jelmezre, díszletre, boldog, jön a szinkronnap, és kiderül, hogy ez egy szexfilm. Na most hát ugye itt aztán összeütközések, az erkölcsi normából hogy fér ez bele? Színház vagy szex, színház vagy pénz? Ajánlom a kedves nézők. Úristen, menjen már ki, hozza be a bőröndöket! Azt hittem, hogy ilyen szőlős lett a kezed. Úristen, komolyan nem tudtam, hogy hova nyúltam. Jézusom, ez ijesztő volt. Atya, úristen. Később majd megnyugodtál? Hát... Később majd elmegyünk az egy kis puszi-puszinért. Mondhatod volna, hogy van egy kiskutyám. A puszi-puszi nem a kiskutyám. Nem? Hát akkor mi? A kislányom. Ja, csak a kislányom. Szabó Bátét Örökszent Miklóson, illetve nem messze innen Tisza püspökivől, mikor beszélgetünk, valami emlékeit talán idehoznak püspökire? Milyen évet írtunk? Fogalmam sincs. Két ezret? 1999-et talán? Már voltam, akkor érettségiztem, vagy kezdtem volna, és a Kecskeméti Katona József Színházban játszottuk a Twist Oliver című darabot. Melybe Széplaki Géza barátom is szerepet kapott, aki Örökszent Miklós szülötte, ha jól tudom, itt helyeselnek a kollégák, és hát Gézán keresztül hogy nem, levergődtünk a Tisza püspöki Tisza partjára, és ott hát nyugodalmas 2-3 éjszakát töltöttünk lenne csónakházban. Fantasztikus, nagyon jó élmény volt, ott aludtunk a Gézáéknál, WC-papírral betekertük az autójukat reggelre, szóval minden volt. Tehát ilyen felhőtlen diákévek egyik néhány napja és nyara volt ez. Úgyhogy hát ide kötődik Tisza püspöki emléke meg Örökszent Miklós, de nagyon jó, hogy most itt lehetek 10 év után megint. Fergeteges vígjátékban kaptál egy nagyon jó kis főszerepet. Hogy érzed magad ebbe a szerepbe? Remekül. Nagyon. Nagyon jól. Nagyon helyes maga a szerep is egyébként. Annak pedig még jobban örülök, hogy nagyon jó játszótársakat kaptam hozzá. Tehát nem kell kiemelnem mindenkit, de most kifogok. A Szabó Zsófitól a Gregor Bernin át, a Harsányi Gabi bácsiig, illetve hát a Németh Kristóf személyében egy olyan partnerra leltem én itt a színpadon, amitől én beleszerettem abba, hogy színházasdit játszunk, és színészek legyünk, és szórakoztassuk a közönséget, és ma este is ez a cél. Rossz nyelven szokták mondani, hogy lejövünk vidékre haknizni, ilyenkor tanultok minden egyes előadás más egyébként, vagy mit kapsz mondjuk a Gabi bácsi poénokat? Abszolút minden előadás más. Pont tegnap Budapesten játszottunk, Budafokon, és egy sokkal, nem akarok senkit megbántani, de nem is fogok, konzervatívabb közönség volt. Egy sokkal feszültebb hangulat volt.
ami, hogy mondjam, az előadás most már a harmadik év végére azért beállt egy olyan szintre, ami alá, hála Istennek, mi sem tudunk menni, és nem tudunk alul teljesíteni, tehát azért úgy mennek el a nézők, hogy jól érezték magukat. De előadás és előadás között, közönség és közönség között is bizony óriási különbségek vannak, és amíg mondjuk tegnap, most mit azt mondom, hogy 53-szor röhögtek, addig mondjuk lehet, hogy Makón másfél évvel ezelőtt 176-szor röhögtek az előadás alatt. Nyilván mi is akkor átveszünk a közönségnek a nyitottságát, kicsit szenvedélyesebbek vagyunk, viccesebbek, pörgősebbek, akármi, tehát ez egy ilyen oda-vissza játék a közönséggel, de minden előadás tartogat valami kis élményt, hát például pont, ha Gabi bácsit kérdezted, volt egy olyan előadás, amikor Gabi bácsi bejött, és majd biztos látják a kedves nézők is, a fejére esett az a hatalmas óra, aminek bizony súlya van. Na most egy ilyet nem lehet reagálás nélkül tovább vinni, vagy tovább menni az előadásban, és hát utána mindenki visszakapcsol az órára, meg Gabi bácsi fejére, hogy jól van, már Viktor, jól, már elmúlt a fejfájása, ez az amaz, és ezek teszik élővé, és ez szuper jó. Tőle is sok kérdés, mert rohan az idő. Színház vagy film? Nekem színház. Miért? Azért, mert élőbb. Mert a filmnél meg lehet ismételni, sőt, lehet, hogy az a jó, ha csak 5-5-szörre, 6-5-szörre sikerül, mert akkor kerülsz olyan lelki állapotba. Itt a színházban ott kell csinálni. Vagy ha így nem sikerül, akkor azt megsínli. Vagy a partner, vagy az előadás, vagy a közönség, vagy valaki, de akkor az meg még több adrenalint kell, hogy termeljen, hogy a következőben még inkább oda tedd magad. Úgyhogy én színházpárti vagyok. Kiváló! Istenem, nyugodtan tegye fel a lábát, én takarítom. Hát nem probléma. Jó. Úristen, de fárasztó volt az utazás. Igen? Nem tudom, hogy szóljak az asszonyomnak, az anyja, az úr esetleg. Hát nem zavarnám most a munkájába, jó? Nem dolgozzon. Igen? Jó, hát akkor, ha megengedi, én beviszem ezeket, ezt a bőrödöt a bal szobába. Azt csinál a bőrödjével, amit jó, akar. Hát akkor, jó? Nyugodtan, tessék csak. Igen? Van magának? Jöjjön, nem mutatok valamit? Jó. Természetes, drága uram. Sőt, hogy tisztában legyen a tényekkel, nyilvánvalóan esküdtek elé kell állni, és akkor ők majd eldöntik, hogy élet vagy halál. Ez így működik, kérem. Hát maga tréfál vele! Nekem egyáltalán semmi kedve nincsen tréfálni magával. De nézze már, uram, hát hogy a férfinak már viszonya sem lehet a bíróság beavatkozása nélkül, akkor tényleg rohadt a társadalmunk! Drága uram! A társadalmunk olyan, amilyen. De most nem azért jöttünk össze, hogy ezt megvitassuk. Nem. Na tessék. Tessék. Mesélj el szépen, hogyan történt, jó?
Jaj, fogok majd jegyzeteket készíteni fel. Jaj, de jó! Jaj! Vagy apró ábrákat ide. Ha jól sikerül, elkérném a végén befejezve, jó? Nézd, remélem maga is megérti, hogy elkerülhetetlen. Tudom kell, hogy hogyan lett, milyen körülmények között lett a szeretője. Szóval, hallgatom. Nézd, nagyon kérem, mesélj el nekem a részleteket. Ne, még a részleteket is hallani akarja? Minden apró részlettel pontosan tisztában kell lennem, hát maga szerint nem. Egyszerűen már. Megismerkedtek? Meg. Na és akkor? Ott, rögtön. Besétált a moci a mállát? Hát nem, rögtön. Rögtön, hát előtte vagy 20-szor találkoztunk. 20-szor találkoztak, itt már valami 20-szor találkoztak. És a 21. alkalommal, amikor... Maga volt nála? Én nála? Nem, nem. Nem, az lehetetlen lett volna. Miért lett volna lehetetlen? Tudja azt maga nagyon jól, hogy tudom, honnan tudnám már, ne viccelj. Nézem, miért lett volna lehetetlen? Hát a féli szabad foglalkozású, gyakran van, volt, van itthon. Hát pont mint én! Pont ezért érzem maga zavarba! Nem kell zavarba! Hagyja már ezt a kutat zavarba! Ne vicceljen már! Szóval akkor magánál történt. Igen. Magánál történt. Na most nézze, van egy nagyon fontos kérdés. Mikor tört magára a hirtelen felindulás? De lássuk be, hogy ez itt a színpad. Ez a mi? Hogy azt mondom, hogy mikor tört magára a hirtelen felindulás, mert ez itt a színpad. Ez már az? És ne haragudjon, uram, de maga nem tudja, hogy mi ez a színek vanon? Úgy nézek, mint aki tudja. Hát nem ismerhet az embert mindenki, ugye nyilvánvalóan. Jézusom. Mondjuk, hogy nem. Mi az? Színek vanon valami, ami nélkül valami nem lehetséges. Hogy mikor tört magára hirtelen felindulás? Most már, hogy értem a kérdést. Hirtelen felindulás? Mikor? A hirtelen volt, ki emlékszik már? Ez mondjuk jogos. Szabó Zsófi, Törökszent Miklóson történelmi pillanat. Örülünk, hogy itt vagy. Egy ekkora színészóriással lehet, hogy rossz a kérdés, és ezerszer megkérdezték tőle, de én is megkérdezem, milyen érzés azért színpadra lépni tudva, hogy nekem a kedvenc színészem Szabó Gyula volt. Édesapám, hogy is mondjam? Tehát nekem a legnagyobb dolog az életemben, hogy ő az én édesapám, és hogy ő nevelt fel, és bármit elérhetek az életben, és bármi sikerülhet, nekem ez is marad a legnagyobb dolog a világon. Tehát ő nem csak színészileg, emberileg, de édesapának is fantasztikus. Szülőfalujában voltam, mert jól tudom, hogy kunszentmártoni, tehát megyénkbeli, Szolnok megyei. Rengeteget jártunk Kunszentre minden évben, illetve Orosházára, ahonnan édesanyám származik, és én is ott születtem. Tehát mi vérbeli vidéki család vagyunk, ettől függetlenül Budapesten laktunk, mert az édesapám a Thália Színházban, Székesfehérváron itt ott azért játszott. Szerencsés egy olyan hölgy, akinek pont Szabó Gyula mond egy esti mesét. Szokott még néha? Igen, ezt nagyon sokat kérdezték nekem. Gyerekként teljesen természetes volt, hogy ugyanúgy, mint mindenki más, én is a magyar népmeséket nézem. Tehát nekem apukám személyesen nem mesélt. Uh-huh. Tehát neki ez a munkája volt. Igen. És én nekem az volt a természetes, hogy én hallom apukámat a tévéből. És egy gyors éles váltás, színház vagy film? Melyik a szíved csücske? Sokan megkérdezik ezt, és nem lehet összehasonlítani a kettőt. Akkor, amikor az ember áll a színpadon, és aztán kinyílik a függöny,
és az ember rögtön kap egy visszaigazolást, és tapsolnak neki, az annyira emberközeli, az annyira ott van, adott, hogy ott megtapsolnak. Ott megkapja az ember azt, hogy igen, köszönik a munkáját, azt, hogy szórakoztatta, vagy... Viszont a tévében nincs meg ez. Nem hívnak fel hétköznap este, hogy hú, te ma nagyon jó voltál, hanem úgy nagy általánosságban azt írják, hogy szeretjük a karakteret, szeretjük, ahogy játszol, de tehát ez a szívemnek sokkal kedvesebb ez az érzés. Viszont filmezni is nagyon szeretek. És viszont azt mondják, hogy aki nincs a tévében, vagy nincs a filmvásznon, az talán nincs is. Tehát óriási népszerűséget ad, mi több egy dankoros kisgyerek neked virággal készült 3 hónapja, mikor tudta, hogy itt leszel. Igen, ez a legcsodálatosabb az egészben, hogy felelősséggel tartozom azokért, akik szeretnek, és akik követik a mindennapjaimat, és én nagyon fontosnak tartom, hogy 25 évesen értéket képviseljek, és azt mutassam azoknak, akik szeretnek, és szeretnének rám hasonlítani, vagy velem találkozni, hogy ez tényleg egy olyan dolog legyen, hogy ad nekik, mert nekem is rengeteget ad az a szeretet, amit tőlük kapok. Tartsd meg ezt a nagyon szép kisugárzásodat, és ezt a felelősségérzéset egy kalappal. Köszönöm szépen. Elnézést, szabad a nevét, kisasszony? Bábul vagyok. Ó, ez a név, ami nem tudtam elolvasni. Volt már nálunk, kisasszony? Nem. De bejelentkezett időben? Igen, tudja, engem ide rendeltek. Értem. Kedves kisasszony, akkor ha megengedi, én magát most előkészítem. Nyissa ki a száját, kérem, hagyd nézem meg, hogy melyikről van szó. Na jó Isten! Mi a probléma? Csak belenézek a szájába. De miért kérdezi magát, hogy mi van az én számban? Hát, hogy hányos? Nem, hát, most nem, azt hiszem, nyissa már ki a száját, kérem, hát elő kell. Rendetek, és, de elő kell ki, asszonyom! De lehet, hogy félrenéztem, nem. Jó napot, hogy ezt is vezet, elnézést mindenkinek. Húzzál már oda befelé! Húzzál oda befelé! Menjél már befelé! Most Viktor, mi a helyzet? Ez nem az úr paciense. Nem? Egy idegbeteg van. Ó, a hangja is milyen visszataszítva kellemetlen. Nem az úr gyilkos. Jó van. Viktor maga soha nem fog megváltozni. Mi? Maga mindent összekever. Miért összekever? Miért? Mi történt? Kisasszony! A szemben levő oldal a maga területe. Kisasszony, az úr leendő felesége. Mondhatta volna, hogy nem a fogai miatt jött. Én nem tudtam, hogy Bernard felesége fogorvos, és az sem, hogy egy lakásban laknak. Kérlek, bocsánat, hogy drága kisasszony, el van választva a lakás, itt a választóvonal. Tetszik látni? Elnézést, bocsánat. Mire beszél? Semmi, majd az úr kézzelfoghatóan megmagyaráz minden. Jó. Uram? Igen, Viktor, parancsolja. Micsoda? Ó, Istenem, bátor, drágám! Miért nem szólt meg ezt a kisasszony? Szia, kis. Ez arra kényszerített, hogy bemenjek oda. Maga beküldt a rendelőbe? Be. Jó vagyok? Féléthetjük. A doktornő pedig elvette a rágomat, és belém vágott egy injekciót. Ó, édes csillagom! Jól van. Le fogom volna a fizetését. Már lehet, olyan megyek. Menjen, tele van a múlt magunkra, uram. Gyere, drágám, gyere. Nem mondtad, hogy az exhibition lesz. Arra gondoltam, hát, ha zavarna téged. Na, gyere csak. Tudod, most, hogy jobban belegondolom. Igen? Tulajdonképpen nem is zavar. Na jó. Minél többen vagyunk, annál izgalmasabb. Jó. Figyelj csak. Gyere, Szőke, ide átmegyünk, jó? Az a helyzet, hogy ketté van választva a lakás, és ez az oldal a miénk, az pedig ott a feleségem, én oda nem mehetünk mi át, jó? Mi itt élünk ezzel az oldalon? Az igen, az nem az mehetsz oda. Mi ez az egész? Igen, nézd, de ketté osztottuk a lakást, pontosabban ő ragaszkodott hozzá, és itt van középen a demarkációs vonal. Nem demokratikus vonal, demarkációs vonal, nem látod? Persze, hogy nem látod, mert képzelbeli vonal. El kell képzelni, ez neked nehezen fog menni. De képzeld el, hogy itt van egy ilyen vonal, képzeletbeli vonal, mi élünk ezen az oldalán, itt pedig a feleségem oda. Te nem mehetsz, úgyhogy azonnal gyere át! Nem gondolod, hogy beköltözök ennek a rohadt lakásnak az egyik felébe, mint a leprások? Nem, ez tiszta ciki! Mocikám!
Ne macikámhoz, légy szíves, ne macikámhoz, ne. Figyelj, én itt majd mindent át fogok alakítani. Itt? Azt nem hiszem, az a feleségem nem fog... A feleségem nem fog belemenni ebbe. Hát akkor majd éjszaka csináljuk. Éjszaka? Igen. Ne, akkor sötét van. Hát akkor ő nem lát. Jaj, de okos vagy. Jaj, akkor jó. Na gyere, beszélj be oda az én szobába. Igen, belekjük. Ez a te szobád. Rezsi, gyere te drága. Nézd meg, milyen jó. Várj csak szívem, valamit elfelejtettem. Tessék, micsoda? Tudod, én ezt szex előtt szoktam. Mit szoktál szex előtt? Na, gyere, ki és nézd meg. Na. Van füvör? Nem, itt nem lehet dohányozni, drágám. Ez nem cigaretta, ez nagyon ritka cucc. Most azt adtam Amsterdamba. Jó, hát elég messziről hozott adott cigaretta. Elesdébe, jól értem, hogy ez kábítószer? Marihuana, mit gondoltál, gyors fülyeciva? Tudom én, hát ezt itt végképp nem lehet. Ne viccelj már. Nem kérsz egy viszkit? Viszkit? Én soha nem vérkezem magam. Márk Camoletti darabját játsszuk, aki egy kitűnő vígjátékszerző. Nagyon szeretjük és nagyon népszerű. Ez az egyik legnépszerűbb darabja, a francia négyes, vagy négyen a kanapén. Gregor Bernadettel, Szabó Mátéval, Szabó Zsófival és Harsányi Gáborral játsszuk együtt ezt a nagyszerű előadást, ami szerelemről, féltékenységről, és félreértések tömegéről szól, mint egy klasszikus vígjátéknak, klasszikus francia vígjátéknak ezt tennie is kell. És én azt gondolom, hogy ebben a két részben, három felvonás, de két részben gyakorlatilag kivétel nélkül eddig sikerült még elvarázsolnunk azokat a nézőket, akik megtiszteltek minket a bizalmukkal. És pont arról beszélgettünk most lefele úton Szabó Máté kollégámmal, hogy bármelyik színpadon is mutattuk, vagy mutatjuk majd be az országban, bárhová megyünk el, nagy örömmel vendégjátszani ezt az előadást. Nekünk függetlenül a helyszíntől mindig ugyanannyira otthon kell éreznünk magunkat, ezért is nagyon fontosak azok a kis rövid próbák, bejárások minden helyszínen, hogy saját magunkénak érezzük, és hogy ugyanazt a színvonalat tudjuk hozni mindegyik előadáson. Hogyha ez ma is sikerül, akkor én azt gondolom, hogy itt a második felvonásra majd szem nem marad szárazon, és nem azért, mert a szomorúság, hanem azért, mert a kacagás könnyei fogják majd megteríteni a nézők szemét. Rendezel, igazgatsz, a játékszín igazgatója vagy, plusz játszol, hogy bírod energiával? Szerintem pont attól bírom jól energiával, hogy energiát adnak ezek a különböző szegmensei a szakmámnak, aminek én szerelmese vagyok. Az, hogy van egy saját színházunk, ami Magyarországon egy példátlan vállalkozás, a játékszín, aminek nem csak igazgatója vagyok, hanem társtulajdonosa vagy többségi tulajdonosa is. Ez még egy példátlan dolog ma Magyarországon. Visszahoztátok a múltat kicsit, régen azért így működött a színház? Hát 1948-ig szinte nem is volt másfajta, egy-két színháztól eltekintve, mindegyik magánszínház volt Budapesten és az ország számos területén. Hát a Víg Színház is még akkor a század előn, vagy a századforduló után, ugyebár jól tudjuk, hogy egy város széli magánszínház volt. Tehát valóban példa volt a háború előtt, ma is vannak példák külföldön. Magyarországon szeretnénk unikálisak lenni, illetve azt gondolom azok vagyunk azzal, hogy elsőként a modernkori demokráciában mi hoztuk vissza ezt a fajta fogalmat, a magánszínház fogalmát, ami klasszikusan egy épülettel is rendelkezik, és a budapesti Grand Bulváron, a Nagykörúton helyezkedik el, a Terész körút 48-ban. Én azt gondolom, hogy ez ad energiát főként, és hát meg az, hogy játszhatom mellette, az, hogy különböző alkotói fázisokban vehetek részt a színpad ezen az oldalán, azon az oldalán, ez a teljesség. Meg hát ami a szakmától független, a kisfiam, aki most lesz 6 esztendős, és egy ilyen korban lévő aktív eleven srác az emberből, hát nyilván sok energiát is követel, de nagyon sok energiával is tölti föl a jó szülőt. Nehéz ilyenkor távol lenni tőle, ilyenkor nyilván más mond mesét neki, nem te? Hát igen, most az édesanyja annak rendje és módja szerint ezen a mai estén, de hát az én kis drágámmal már reggel megbeszéltünk, amikor óvodába mentünk, hogy ma anya megyérte, ma ők együtt alszanak el, és aztán holnap majd mi folytatjuk a közös csattangolásainkat, hiszen rengeteg olyan fiús programunk van, amiből viszont nem engedünk be mást, nem engedünk be lányokat, még családtagokat sem. Ilyen például a közös fürdőzések és horgászatok nagy tárháza. De majd meghívunk benneteket, mert itt Tisza a zagyva, torkolat van egyebek, úgyhogy hívunk majd Törökszent Miklós itt Tiszára is, egy ilyen jó kis horgászatról, hogyha már bírja a gyerek a horgászbotot. Nagy örömmel. Hát Lócikám annyira, hogy tavaly már egy gyerek versenyt meg is nyert Debrecenben.
horgász-horgász versenyt, úgyhogy nagy fenekező pongyokat tud fogni, kiszedni, kihozni a partra. Úgyhogy ez valahogyan beleivódott. Lehet, hogy ebben is van némi genetika. Én is kisgyerekkoromtól szenvedélyes vízszerető vagyok, és azt hiszem, hogy ez sikerült átragasztani a fiamra. A másik, ami az ő szenvedélye, egyébként, hogyha lehet ezt mondani egy 6 éves gyerek tekintetében, akkor az a színház látogatás. Nem klasszikusan színházi gyerek, tehát nem él a színházunkban. Ha nincsen dolga ott, akkor nem jön be. Dolga pedig akkor van, amikor vagy nálunk, vagy bármelyik másik színházban, hiszen mi aktívan élünk társasági életet, gyerekelőadásokat nézünk meg. A játékszínben például, ahova tavaly Süsű a sárkány beköltözött, azóta nem csak Lócit, de az összes többi kortársát is nagy szeretettel várjuk. Most meg ide Miklósra egy jó vígjáték, sajnos abba kell hagynunk, mert 5 perc múlva előadás mindjárt, úgyhogy színházi nyelven egy kalappal. Köszönöm szépen, megyünk, készülünk, ahogy Hamletben hangzik el. Köszönöm. Köszönöm. Arra is jöttem, és itt vagyok veled, csodálkozol ezen? Örülsz, hogy itt vagyok? Nem kérsz egy italt? Nem csodálkozol, nem iszol. Jó van. Na jó, figyelj csak, az a helyzet, hogy mindenképpen beszélnünk kell egymással. Milyen problémád? Mi baj van? Jó, rendben van, tessék, átmegyek a demarkációkról a másik oldalára, hogyha ez a heppen. De értsd már meg kérlek, hogy beszélnünk kell egymással. Viktor! Igen? Viktor, na hát éppen jókor jön. Hagyom, hogy magához térem, még a bal premorális betömném, jó? Szüksége van érjen? Nem, köszönöm. Uram, szüksége van érjen? Persze, szüksége van magának. Nagyon jól tudja, hogy nem áll velem szóba, ha maga nincs itt. Asszonyom, legyen egy kicsit engedékenyebb. Annál is inkább, mert amit mondani akarok neki, ez nagyon rövid. Annál is inkább, mert az úrnak nagyon rövid. A mondani valója. Ja, kérjenek, hogy mondja el magának, jó? Azt kérjük, hallottam, elmondhatom magának. Okay. Az egésznek semmi értelme nincs, hogyha ő nem válaszol. Nos, hát elmondhatja nekem. Jó, hallottam! Mondja meg neki, hogy én magának elmondom maga, meg majd továbbítja, jó? Most hát nekem elmondja. Hallottam, Viktor, pontosan hallottam, nem vagyok süket. Legyen kedves, mondja meg neki, hogy sikerült elintéznem a bíróságon, hogy sokkal hamarabb elfoglalt minket választani egymástól, mint hogy abban reménykedtünk. Ez igaz? Vagy csak azért mondod, hogy örömet szerez nekem? Elnézést, ha az asszonyom közvetlenül az úrhoz beszél, akkor én rám, hála Istennek, nincs szükség. De tényleg, mi történt? Hát semmi nem történt, csak annyira örülök annak, amit mondtál, hogy úgy döntöttem, mégis szóba állok veled. Hát ez remek. Nem annyira uram, mert ha az asszonyom és az uram elválnak, akkor én elmegyek, kérem. De miért? A maga helyzete semmit nem változik. Hogy ne változna, uram. Amióta nem oldanak egy ágyba aludni, azóta én nekem kell reggel és este kibeágyaznom, már nem vállalom, kérem. Azt mondjam, uram, engedjék meg, hogy behagyjam a felmondást. Ne vicceljen már rögtön! Ne vicceljen már rögtön! Tudja, hogy Gyuri mennyire szeretem magát. Tudom, és maga nem csak a titkárom, egyenesen a jobb kezem. Meg nekem is! Én ezért haragszik rám a barátnőm, mert ő rá már csak a bal kezem marad. Nézze, Viktor, mi aláírtunk egy megállapodást. Kívás volt. Maga akarta így. Kívás volt, mert a benzinárakhoz kellett volna a gázsit indexálnom. Kérem, ugye a bujikom nagyon sokat fogyaszt. Bujik? Igen. Magában egy bujik? Van, vasárnapi használatra van bujikom. És mi van a Citroen? Az csak hétfő használ. Micsoda, magának két autója van? Igen. Két autó? Kettős. És maga akar felmondani nekünk, akik a maga számára ilyen fényűző egzisztenciát garantálunk? Fényűző, nem fényűző. Átnézem a szerződést, nyilván találok benne hibát. Nyilván semmilyen hibát nem fog benne találni, mert a szerződést maga írta, és maga sosem ejt hibát. Jaj, tudom, az úr nagyon okos. Annyira okos, hogy néha úgy érzem, hogy okosabb nálam is, pedig hát... Gregor Bernadett, Törökszent Miklóson. Volt már olyan, hogy előadás kezdés előtt valami riporternek, ilyen szemtelenek, mint én azt mondta, hogy hát most már ne kérjen tőlem semmi kérdést? Soha nem volt még ilyen. Nem. Tudom, hogy vannak olyan színészek, akiket már előadás előtt egy órával nem lehet zavarni hozzám, bármit meg lehet kérdezni. De azt összeadás, szorzás, kivonás, de számokkal kapcsolatos, hogy ott ne kérdezzen, de úgy bármi másra szívesen válaszolok. Törökszent Miklós, az van-e valami élménye, vagy először van itt művésznő? Először vagyok itt, de jöttünk itt a 4-es úton, és akkor bizony eszembe jutott, hogy rengetegszer megjártam ezt az utat, mert 3 éven keresztül vendégszerepeltem a Szolnoki Színházban, sőt, hát a legendás Hegedűs a háztetőn, az édesapámmal együtt játszottunk, az is eszembe jutott, és hát ott van egy csárda is az út szélén, ahol megálltunk, isteni jó ebédeket fogyasztottunk ott, úgyhogy igen, hát sok emlékem van a környékről.
a nevet, szegény édesapját, és most egy titkot elárulok én is. Én azt a darabot kellékeztem egyébként, amikor önök ott voltak, csak akkor még úgy kicsikét megbúva a háttérbe, és hát csodáltam az édesapját és önt is akkor, hogy egy színpadon lehetett. Hányszor adatott ez meg az életében, hogy egy színpadon volt? Tulajdonképpen ez az egyetlen előadás volt, amiben mi együtt szerepeltünk. Egy tévéfelvétel volt még, ahol közösen léptünk fel, és ott előadtunk egy számot, egy zenés számot, ami direkt nekünk íródott, de ez az egyetlen egy volt. Színház vagy film? Hogyha ezt a buta egyszerű kérdést egy halandó fölteszi. Színház, egyértelműen színház. Nekem valahogy úgy ki is maradtak a filmek, két mozifilmet forgattam összesen. Most nyilván a sorozatok vagy a tévés szereplés az nem ugyanaz. De azért nem bánom, vagy nincs különösebb hiányérzetem, mert én igazából azt érzem, hogy a színházban, akkor vagyok otthon a színpadon, amikor úgy élesben megy a dolog 7-től este 10-ig, és akkor ott a pillanatnak élünk, és ott születnek csodák. Jövő évadi szerepek, amiben esetleg fölkérték, hogy kedves Bernadett, ebbe jönnél-e, várunk szeretettel. Ó, igen, most ugye október vége van már, vagy közepe? Vége van? Na hát valahogy, és már túl vagyok két bemutatón az Új Színházban, és a héten Pécset lesz bemutatóm a harmadik színházban, de már közben próbálom az Új Színházban a következő darabot, és az egészen, és utána megint még egyet, úgyhogy így február végéig nincs megállás, úgyhogy most megmondom őszintén, hogy a karácsonyi szünetet várom, és nagyon bízom benne, hogy 25-ére és 26-ára nem raknak be sehol előadást, és legalább lesz egy 4-5 nap, amit a családdal tölthetek. Van egy rossz hírem, ugyan nem, de december 2-án tudja művészni, hogy várjuk itt egy másik darabba. Jövök örömmel, jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Elnézést, asszonyom, bocsánat, de van egy név, amit nem tudok elolvasni. Nem jól értettem azt a nevet a telefonon. Értem, szüksége van még rám? Nem, köszönöm. Uram, szüksége van még rám? Persze, hogy szüksége van magára. Parancsolj, uram. Mondja, csak Viktor iszik valamit? Csak ha az úr nincs itt van. Nagyon kérem, Viktor, ne szellemeskedjen itt nekem. Értem, hogy... Na, tessék, most itt van az idő, hogy... Akkor is igyon valamit, amikor itthon vagyok. Csak az íze miatt. Persze. Foglaljon a helyet. Nézze, Viktor, nagy baj van. Nem tudom. Szóval az a helyzet, hogy hamarosan egy másik nő fog hozzám költözni. Jaj, miért nem értik meg egymást az asszonyommal? Itt nem tudom, egyszerűen csak valami újdonságra vágytunk mind a ketten. Nem tudom, én ezt az egészet úgy nem értem, hogy van. Ezek szerint nekem három embert kell, hogy... Nem, de... Négyet. Na, a búd feleségem, az új feleségem, a férjügye meg én. Hát ön a feleség meg az új, az hát, nem? Igen, csak addigra a volt feleségem új férje, már nem én leszek. Nem van, nem tudom. Hát a negyedik. Na nem. De most mi a problémája ezzel, Viktor? Hát négy éhes szájat kell betörnöm, nem várom. Hát, látja, pontosan ezért kap majd tőle egy kis fizetésemelést. Jön, kiállítom magának 500 frankról egy csekket a maga részére. Szóval az úr részéről a részemre 500 frankot? Helyen. Igen, a havi részéről. Tehát az úr részéről a részemre, a havi részemre 500. Nézd, a mi részünkről, az két személy részéről kiállítok egy csekket a maga részére. Tehát nem négy személy részére. Nem, kettőről itt van a volt feleségem, nem törődünk vele. Az új feleségem, meg én, az kettő. Mi a magunk részéről kiállítunk a csekket a maga részére minden hónapban, jó? És ami az asszonyom új férjét illeti, az ő részéről mi lesz a részéről? Hát ne haragudjon már, Viktor, de részemről ezt például nem érdekel, jó? Köszönöm szépen. Nyilván a postársa. Jó. Az úr részére hozott. Menjen már. Hogyha esetleg az a gyilkos úra az, akit nagyon várok, akkor legyen kedves, közvetlenül vezesse be az irodámba, de ide az én részemre. Részemről. Menjen már!